Komoly károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben. A nagykunstságban van olyan barack ültetvény, ahol a termés 100%-a elfagyott. A fagykár pontos mértékét csak napok múlva tudják pontosan megállapítani a termelők, így félő, hogy az első becsléseknél is nagyobb lesz a terméskiesés. Ez pedig a tavalyihoz hasonló dráguláshoz vezet. Ezekben a picike kis bimbókban bízunk még. Ha már az időjárásban nem tudnak a nagykunsági termelők. A húsvét utáni havazás, a hajnali fagyok megtizedelték a gyümölcsösöket. Idén is készültünk a fagyos éjszakákra. A tavalyi tapasztalatok alapján volt gyertyánk és füstöltünk is, és természetesen az öntözésre is gondoltunk. Az első éjszakát azt ismét sikerült túlélni. Néztük a bimbókat, és azt vettük észre, hogy nem fagyott meg minden, de aztán azóta már két hajnalban is volt mínusz sok fok, és ezt egy termelő tudja, hogy már nem lehet kivédekezni. Tehát nincs az a füst, nincs az a víz, és nincs az a fagyvédelmi gyertya, ami tud segíteni ezen az időjáráson. Egy 2-3 fokot lehet segíteni, és lehet abban bízni, hogy ami még be van csukódva, bimbó, azt talán túléli. De már olyan régóta hideg van, most az előbb is a forgatást abban hagytuk, mert elkezdett szakadni a hó és a jeges eső. Tehát olyan régóta hideg van, múlt hét vasárnap óta, hogy ami még össze van csukva a bimbó, az is megfázhat. És nem most fogom látni, hogy mi a fagykár, hanem amikor majd melegebb lesz, jó idő lesz, akkor fog hirtelen lebarnulni, ilyen nyálkás lesz az egész, és eldobja a virágot a fa. Az Agrártárca azt javasolja a gazdáknak, hogy az országos tűzgyújtási tilalom ellenére tűz- és füstképzéssel védjék a már virágzásnak indult ültetvényeiket. Ez a fajta védekezés ugyanis mentességet jelent a tilalom alól. Bírnánk kevesebb ér is, tehát hogyha felinyért kéne venni, az sokkal jobb lenne. De szerintem nem lesz ilyen már most. A kevesebb termés pedig áremelkedés jelent. Tavaly is elvitte a barack javát a tavaszi fagy, ennek a veszélye idén is fennáll. A mínusz 4-7 fokos fagyban elsősorban a kajszi barack, az őszi barack károsodott, ami egyértelműen sajnos már kimondható, hogy nagy mértékben, illetve legtöbb helyen 100%-ban károsodott. A cseresznye megy ültetvényekben, gyümölcsösökben. A kártétel úgy mutatkozik, hogy 20-40% között mutatkozik első látásra. Néhány nap múlva pontosabban meg tudjuk mondani, milyen a kártétel mértéke. Ez a 20-40%-os kártétel elsősorban abból adódik, hogy a talajmentétől mennyire volt a fagyos időszak, illetve a fagyos rész, illetve milyen magasságba következett be a szélcsendben, és a védekezés hatására mennyit tudtunk megmenteni a gyümölcsösből. Azt lehet mondani, hogy még ez a kártétel, ami most fagyként jelentkezett, nagy mértékben korrigálható növényvédelmi ungafolyamatokkal, elsősorban a moníliás betegségek elleni védekezéssel, valamint a megmaradt virágok, illetve terméseknek a táplálásával, amit elsősorban lomtrágyával tudunk pótolni a növény számára. Tehát summázva az eddigieket, a kajszi barack, őszi barack teljesen elfagyott, a cseresznye megy 20-40%-ban károsodott. Néhány helyen lehet még ennél nagyobb kártétel is, 70%-ig sajnos, de ez azt jelenti, hogy a mértéke a kárnak néhány nap múlva lehet pontosítani, meg felmérni, illetve akkor a világkárosodást már meg tudjuk mondani, mert a bibe, hogyha károsodott, akkor nyilván nem lesz termés. A karszaki piacon is inkább a magyar árut keresnék a vásárlók. De amíg nincs szezonja hazai gyümölcsnek, addig a mandarint, banánt, narancsot viszik. Hát ahogy elnézzük ezt a jó időt, szerintem barackból nem sok bajunk lesz, tehát nem hogy befőtt nem lesz, hanem pálinka se. Meg szerintem még a többiből is elég nagy baj lesz, ahogy így figyelem, mert már lassan már a cseresznye is megy, és kezd már majd virágozni. Hogy mekkora károkat okozott a fagy, azt csak a tavaszi időbe köszöntével tudják felmérni a gazdák. Ugyanakkor az Agrártárca arra kérje a termelőket, hogy pontosan mérjék fel a károkat, mert idén is számíthatnak a kármentesítési alap támogatására.